Szép jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, a koránkelőknek, Tóth Tamás vagyok. Nos, azokon a reggeleken, amikor szélcsendes az idő, ilyenkor ősszel bizony elsősorban a vízpartokon, de kötfoltok megjelenhetnek, hiszen a víz visszapárolgásából ott lokálisan több nedvesség mutatkozik, pláne szélcsendes időben. Például Szegeden a Maros töltésen is ilyen kis vékony, klasszikus sekély kötfoltok képesek kialakulni, annak ellenére, hogy másutt ezt nem tapasztalhatjuk. Délczek Zoltánnak nagyon szépen köszönjük a tudósítást, viszont az északi völgyek ködre, párásságra sokkal érzékenyebbek, általánosságba véve is, mint például más alföldi terület. Miskolc környéke különösen ilyen, ezt leginkább téli időszakban tapasztalhatjuk, de ott bizony erőteljesebb a párásság így a reggeli időszakban, persze azért ott sem minden reggel jelenik meg. Petró Lászlónak köszönjük a tudósítást, meteorfotokukac.mtva.hu, ne felejtjék e-mail címünket, ide várjuk az önöki további időjárással kapcsolatos képeit is. És egyelőre a nyugodtság, illetve a késő nyáriasan a meleg idő folytatódik a következő napokban is. Gyakorlatilag 30 fok körüli hőmérsékletek várhatók az elkövetkező majdnem egy hétben, mert egy anticiklon igencsak stabilizálja térségünkben az időjárást. A Kárpát-medencei előrejelzést láthatják, délvidéken már több helyen a 30 fokot is elérheti, vagy meghaladhatja kevéssel a hőmérséklet csúcsértéke. Többnyire gyengén felhős és alapvetően napos időre számíthatunk, csapadék sehol sem lesz a mai nap során, és általában mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. És ebben a helyzetben tehát nem történik lényeges változás, a hűvös hajnalokat igencsak meleg, nyár közepi nappalok követik, ahogy láthatják, különösen a jövő hét közepe felé közeledve, amikor is jellemzően 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Azért nem árulok el túl nagy titkot azzal, hogy várhatóan ez az időjárási helyzet jövő hét pénteken változik meg. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot önöknek, viszontlátásra!